gondoltam, csinálok egy sorozatot arról, hogy milyen érveket szoktak felhozni amellett, hogy rendben van az, hogyha korlátozzák azok jogait, akik nem oltatják be magukat. És akkor itt sorba veszek egy pár tipikus beszélgetést, amivel szinte napi szinten találkozok, akkor, ha szóba kerül ez a kérdés. Ugye az utazás korlátozással kapcsolatban leggyakrabban az merül fel, hogy miért rázom a rongyot, nem utazhatok, hiszen ha olyan országba akarok utazni, ahova vakcina kell, akkor az eddig sem okozott problémát, akkor ez most miért okoz problémát nekem? Ugye ez egy ismerős indok, ezt szoktuk hallani. Na, nem lehet a kettőt összehasonlítani. Először is azért, mert a legfőbb probléma nem az utazás korlátozással van. Nagyon nagy problémának tartom, de nem ez a legfőbb probléma. A legfőbb probléma az itt hazánkon belül, országunk belül a jogkorlátozás. Hogy az egyik embernek van joga valamit csinálni, a másik embernek nincs. És akkor persze az utazás is sorra kerül, de a listán mondjuk attól függ, hogy milyen fontos, hogy valakinek a munkája, a családi látogatása, stb. Függ rajta, de amúgy a listán nem ez a legfontosabb. De hogyha az utazást vesszük most górcső alá, akkor azt mondom, hogy igen, tényleg vannak országok, ahova amikor utazunk, tudjuk pontosan annak az a feltétele, hogy védőoltást kell felvenni. De megvan ennek a módszertana. Például, ha megyek Ugandába, és akkor föl kell vennem, nem tudom, a sárgaláz védőoltást, vagy a malária védőoltást, akkor azt, annak megvan a technikája, hogy egy hónappal, két hónappal előtte kell fölvenni, hogy amikor odaérek egy olyan környezetbe, ahol ki vagyok téve a vírus veszélynek, vagy a fertőzés veszélynek, addigra már tökéletesen, 100%-osan kialakult bennem a védettség. Szóval nem az entebei reptéren adják be nekem a vakcinát, hogy amikor kimegyek a vírus dzsungelbe, akkor pont egy vakcina által legyöngített állapotban találkozzak olyan fertőzésekkel, amikkel előtte soha és esélyem se volt fölkészülni rá, mert hogy ezt tudják, hogy ez nem jó. Azért nem így csinálják. Tehát nem a kitettség kellős közepén fogják legyöngíteni az immunrendszeremet. Előtte gyöngítik le egy olyan helyzetbe, ahol biztosan nem találkozok sárgaláz, nem tudom mi okozza vírus, baktérium, vagy maláriával. Nem találkozok vele. Tehát nagy biztonsággal le tud gyöngülni az immunrendszerem, ki tud alakulni az immunválasz, 100%-osan védett vagyok, és mehetek a dzsungelbe. Értitek? Ez az egyik. A másik, amikor ilyen oltóanyagokkal oltanak, akkor ezek olyan oltások, amik bizony keresztül mentek mind a három klinikai vizsgálaton, bizony keresztül mentek a nagyon szigorú engedélyeztetéseken, és bizony több évtizede bizonyítanak. Oké? Tehát ezt engedjük el, gyerekek. Amikor egy oltatlannal szemben te, mint beoltott, ezt fel akarod hozni, ezt az indokot, hogy miért Afrikába sem utazhatsz, ha nem oltod be magad, felejtsd el. Hülyeség, rossz párhuzam, nem álljon meg a helyén. Oké? Na majd jövök majd másik videóval, mert vannak itt még szempontok. Na csak.